Hétvégén idegenben játszotta idei negyedik mérkőzését a Kalocsai Kézilabdaklub férfi együttese a Bajai KSE csapatával. A több idegen légiós is felvonultató ellenfél minden évben megizzasztja Kolics János játékosait, ami most sem volt másként, azonban a mérkőzés során jobban bírta és diktálta is az iramot a Kalocsa, mind a mellett, hogy az összes kínálkozó lehetőséggel élni tudott a csapat. Fizikálisan sokkal jobban bírtuk, védekezésbe felőröltük őket, nem tudták játékba hozni a beállójukat, az átlövéseik pontatlanok voltak, és azokban a fáradt pillanataikban sokat is hibáztak, és ezeket a hibákat kíméletlenül megtoroltuk a lerohanásainkkal és a nagyon fegyelmezett fal előtti játékunkkal. A Kalocsai Kézilabdaklub mindennek köszönhetően végül 8 góllal kerekedett felül a Baján, így idei harmadik győzelmét szerezte a gárda. Kolics János a bajai siker kapcsán az erőléti felkészültséget is külön kiemelte. Erre építjük az egész éves felkészülésünket. Heti 4-szer nagyon komoly terhelést kapnak a játékosok. Ez visszaigazolódik az ilyen mérkőzéseken, és ez az erőnléti fölény önmagáért beszél. Ezzel egyúttal a Kalocsa előrelépett a bajnoki tabella harmadik helyére, de a KKC-t megelőző Dunaui város is hasonlóképpen 6 ponttal rendelkezik, azonban a gólkülönbség véget foglalja el a második pozíciót. A mezőnyből már csak a Mecsek Nádasd veretlen, akikkel majd november végén találkoznak a kalocsai kézilabdázók. A KKC következő mérkőzését október 15-én, szombaton délután 6 órakor a Hőgyész ellen játsza hazai pályán.